Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenkit a The Evil Within 2 végigjátszásom jelen fejezeténél. Hogy vagytok, kedves lányok, kedves srácok? Remélem mindenki jól van, mindenki jól érzi magát, és mindenki kész folytatni Sebastian kalandjait. Na nézzük csak, legutoljára ott hagytuk abba, hogy egy mellékküldetés kivételével már szinte majdnem mindent megcsináltunk, és már majdnem mehetnénk a színházba is Stefanot üldözni, de az új mobilis ügynök, akit megtaláltunk, Sykes, megkért minket arra, hogy menjünk vissza az Uniónak a velőjébe, és az ott található szervereket indítsuk újra, ugyanis ő ezzel elvileg tud kiutat találni az Unióból, illetve ha ezt megtesszük neki, akkor ő nagyon szívesen újraindítja nekünk ezeket a ládákat, amik offline módban vannak, vagyis hozzáférést ad nekünk hozzájuk, és ki tudjuk őket nyitni. Ha jól emlékszem, eddig három ilyen loot ládával találkoztunk, amit így módon ki kéne nyitnunk. Szóval úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes lenne velőbe emiatt visszanézni. Na nézzük csak... Coffee Maker... Igen... Igen... Azt szeretném kijelölni, köszönöm. Investigate the Theater. Már is, megyünk és megnézzük a színházat. Előbb visszamegyünk a velőbe. Hopp, óvatosan. Óvatosan, mert ez a terep még mindig tele van a dühött bolond lakosokkal, akik szerintem... Nem mondott Sebastian, hogy itt nem tudsz átférni. Pedig de, oké. Szóval tele van ez a terep még mindig a bolond lakosokkal, akik... akik annyira nem szeretik Sebastiannak a szép arcát, szóval... Teszünk egy kerülő utat, ugyanis... Hát ez baromi szépen néz itt ki. Szóval... Nem tudom, hogy az ellenfelek a legutolsó belépésünk óta, a helyzetük, ilyesmiük, elhelyezésük azóta esetleg mennyire változott, márha változott. Reméljük, hogy nagyon nem. Reméljük, hogy ezek a csápok néha nem tojnak ki magukból ellenfeleket. Őszintén remélem. Több őrzőse jön ki ebből a hullahalomból. Szerencsére... Stefano kamera szeme az csak ott odafent figyel és nem csinál velünk szerencsére semmit. Pedig elvileg annak a lénynek a segítségével Stefano mindent lát, ami történik itt. Ami az ő látószögében van. Na befelé. És befelé. Oké, na. Be. A velőbe. Nagyon szép. A velőterminál előállt. Hajrá, hajrá. Csodálatos. Nézzük csak, hogy ide kell jönnünk. Hajrá! Yukiko még elvileg... Jó, ugye itt egy biztonságos terep. Szoba, terem. Ő még itt van, még itt van! Szevasz! Nem lehet beszélgetni arról, hogy megtaláltuk Sykes-ot, szóval... Erről ennyit. Hú, remélem a figyelővel nem kell megint összetalálkoznom és harcolnom. Nagyon remélem, hogy nem. Hát ugyebár erre menekültünk el előle. Oké, eddig jól nézünk ki.
Itt megkerüljük ezt a szobát, és itt át tudunk aztán menni egy másik folyosón. Ezzel az ajtóval nem emlékszem, hogy lehetette volna csinálni valamit, de úgy néz ki, hogy nem. Tiszta az egész terep, sehol semmi. Ez igen. Amúgy sem tudtam itt jól körbenézni, mikor még a figyelő itt volt. Szóval van itt egy csomó Mobius emblémával ellátott ládikó, de... nem igazán tudok velük semmit se csinálni, ahogy látom. Most ennek én csak örülök. Ennek én csak örülök, kedves lányok, kedves srácok. Nem is kell nekem itt feltétlenül buziskodnom a dolgokkal. Oké, elvileg itt van a szerver, amit újra kell indítanunk. És itt is van egy offline módban lévő láda. Oké, ez eddig túl egyszerű volt. Nézzük csak. Zöld pipa. Szervergépek világítanak. Robajuk van meg minden. Igen. Sebastian úgy gondolja, hogy vissza kéne mennünk Sykeshoz jelenteni. Bár kár, hogy nem pároztattuk össze a rádiónkat vele. Oh, oh. Valaki hal minket. Oké, gyorsan bújjunk el. Igen, hangokat hallok kintről a folyosóról, ami előttünk van. Az Unió dűlt lakosai. Jaj, de szép. Mennyi ellátmány van itt ide velük. Köszönöm, köszönöm. Hú. Hát ezt megnyertem. Ezt is megnyertem. Azaz. Köszönöm, Sebastian. Hoho, ez az! Dupla vagy semmi. Szép. És itt még maradt egy fejsze, hogyha ne adj Isten. Ezt is el kéne használnom. Oké, akkor hát nincs más hátra, mint előre, ugyanide vissza. Aha, egy ellenfél, kettő, három. Örülök, hogy így világít a szemetek a sötétben, drágák. Drága, drága, drága emberkék. Viszonylag elég sötét van itt szerencsére. Ha ügyesek vagyunk, akkor elég jól megnehezítjük a dolgukat ahhoz, hogy ne vegyenek minket észre. Oké?
Semmi baj. Semmi baj. Erre van ez. Én. És itt van még egy fejsze. Szuper. Jó. Meglep mindenkinek a zöld léje. Oh! Szervusz! Szervusz, szervusz! Honnan másztál elő, barátom? Mi történt veled? Fura, hogy nem látsz így engem, de engem nem zavar. Oké, úgy látom megfordultál. Csodálatos vagy. Csodálatos vagy, és remekül nézel, Maki. Ez az. Ó, azt nem is vettem itt észre. Egy pillanat, itt a előző bejárat mellett volt itt még egy szekrény. Azt nem néztem meg jól, hogy van-e esetleg rajta valami, de ahogy látom, nincs. Akkor hajrá vissza. Hallok valami huncutságot itt. Recsegő, ropogó ronda nőt. Ezek a fajta ellenfelek nagyon nem szeretik az íjunkat, nagyon király. Szuper! No! És azt, hogy magával azóta se lehet semmit se beszélni? By the way. Nem. Hát akkor szerbusz. Megyünk vissza Sykes úrhoz. Csodálatos. Itt is van a számítógép. Nagyon jó. Na akkor... kezdetnek nézzük meg itt a posta közelében lévő kisebb raktárépületet, ahol ugyebár a, ami itt van velünk szembe. Ha jól emlékszem, itt van egy ládikó. Itt az egyik közeli megmászható tetőn ott van egy ládikó, és Sykes mellett is közvetlenül van egy ládikó. Itt is van... ó, nézzük csak. Az ott micsoda? Ah, szuper. Fegyverfejlesztéshez való felszerelések. Múltkor itt hagytunk ugye egy fejszét, de most van fejszém, szóval az nem fog kelleni. Itt meg nincsen semmi izgi, mert itt találtuk meg ezt a hosszú csövű puskát.
Oké, menjünk akkor fel arra a tetőre. Itt van a második. Szuper, pisztolytöltény van itt is. Fegyveralkatrészek a fegyvergyártáshoz. Csodálatos. Na akkor hát, menjünk vissza Sykeshoz. Hopp. Nézzük csak, kíváncsi vagyok itt valamire. Kedves lányok, kedves srácok. Igen, tudom, hogy ha az opcióban matat az ember, akkor csúnya dolgok történhetnek. Igen, igen. Na nézzük. Továbbra is úgy gondolom, hogy ki kéne kerülnünk a dühött tömeget. Se az ő, se az én egészségemnek nem jó az, hogyha velük itt elkezdünk verekedni. Plusz ráadásul mindjárt ott is vagyunk. Megjöttünk. Befelé. Na Sykes, mielőtt kinyitom itt mellette a ládikót, beszélgessünk, hogy is van ez. Szuper. Igen, Sykes azt mondja, hogy rendben, igen, újraindítottuk a rendszert, már benne is van, már dolgozik. Rebootolt a ládákat, és nézzük meg, hogy ki tudjuk őket nyitni. Próbáljuk meg először ezt, mert már kinyitottuk ugyebár az összes többit is. Már megvagyunk ezzel. Ó, rengeteg fegyveralkatrész. És ez meg micsoda? Ó, egy hangtompítós pisztoly! De király! Igen, ez a pisztoly hangtompítóval van felszerelve, ami csökkenti a fegyver lövésének ugyebár a hangját, de emiatt kevesebbet is sebez. Hogyha óvatosan van használva, akkor magányos ellenfeleket el lehet csalogatni vele nagy csapatokból. Ú, de király! Ó, de menő vagy! Szuper, na egyelőre én maradok a lézercélzósnál. Jó, az nekem egyenlőre. A hard part comes next. Can you really do it? Get out of Union? Like I said, I'm gonna give it my best shot. But there's a ton of data I gotta scrub through before I can even start. I just hope I can do it before this place turns into a pile of gravel and guts. Yeah. It's gonna take me a while. Na. Ugye arról beszélgettünk most, hogy tényleg meg tudja csinálni Sykes azt, hogy kijutat minket az Unióból, de azt mondja, hogy rengeteg adatot kell még feldolgoznia ehhez, és reméli, hogy időben el tudja ezt végezni, még mielőtt ez az egész terep, ugyebár, hát szana szétesik. Nézzük csak. Kettő kérdésünk van még Sykeshoz. Mi lesz, ha sikerrel jársz? So what happens if you get out of Union? If I can make it out of the Mobius building alive, first thing I'm gonna do is disable my damn chip. Chip? Yeah. Everybody in Mobius has got a subdermal chip in their head. Sort of like an RFID, but way more advanced. And I mean everybody. From the administrator all the way down to the guy who cleans the toilets. And you submit to that willingly? Like they say, membership has its privileges. That chip will open a lot of doors for you if you got one. The downside is, with that chip in place, they can make my life a living hell if they think I disobeyed them. I guess you can worry about that if you make it out of here.
Na, hogyha Sykes arról beszélt, hogyha sikerül innen kijutnia, akkor az első dolog, amit csinálni fog, az az, hogy kiszedi magából a chipet, amit a Mobius, minden egyes Mobius munkavállalóba a legalacsonyabb szinten dolgozó WC takarítókon keresztül az adminisztrátorokig beültet a munkavállalóiba. Ennek a chipnek hála jóval hatékonyabban tudnak együtt dolgozni, de hogyha nem engedelmeskednek a munkavállalók a Mobiusnak, akkor egy igazi pokollá tudják tenni a chipnek hála az életüket. I might be interested in getting out of here too. You're welcome to, but I'm not gonna wait around for you. I'm leaving here as soon as I find a way. Your best bet is to hang out here with me and wait until I figure this out. No way. I'm not leaving this place without Lily. Theoretically, if you find her, you'll restore this place and get yourself out. I'd prefer to take Lily out the back door with me. Mobius just wants to plug her back into STEM. And God knows what they've got planned for me. If we could just get out when they're not looking. Well, either way, I've got a lot of work to do. Otherwise, nobody's using the back door. True, Let's pair up our communicators. Call me before you leave. Yeah, okay. Good luck out there. Na, Sebastian megkérdezte Sykes-tól azt, hogy minket is ki tud-e juttatni esetleg. Sykes azt mondja, persze, nagyon szívesen, de nem fogok rád várni, hogyha sokáig tartasz, még visszaérsz ide hozzám. Jobb, hogyha itt vársz velem, még kitalálom, hogy hogyan tudunk kijutni. Sebastian erre azt válaszolta, hogy az sajnos esélytelen, ugyanis neki meg kell találnia a kislányát Lilit, és hogyha megtalálja, akkor Sykes arra azt mondja, hogy ha megtalálod Lilit, akkor igazából helyre tudod hozni ezt az egész helyet, és ki is tudod magadat juttatni. Sebastian pedig erre azt válaszolta, hogy a Mobius csak arra akarná Lilit használni, hogy visszarakják őt a STEM-be, mint mag, és Sebastian legszívesebben inkább azt csinálná, hogy megfogná a lányát, és a hátsó ajtón távoznának, ugyanis nem akarja, hogy a lányát még tovább használják, mint STEM működtető mag, azt se tudja, hogy ha végez a feladatával, akkor Sebastiannal mit fognak csinálni. Szóval ez a helyzet. A nagy harci helyzet. Kérek szépen egy kis kávét. Nem tudom eldönteni, hogy most Kerry befingott-e, vagy Church kakált-e. Nem tudom eldönteni, olyan büdös lett hirtelen. Hát remélem, ettől függetlenül azért megnézem, hogy biztos. Biztos, hogy csak a kutyus nyomott egy pukit. Nem pedig más történt, és akkor végre el fogunk jutni a színházba is. Előbb vagy utóbb. Kedves azért, kedves srácok, már is jövök, megnézem, mi itt a helyzet. Pillanat türelmet kérek szépen. Evil Vitrin 2, avagy a gonosz tároló szekrény, mert a kurva anyját.